egyszerűbb ügyintézés. Nem kell többet a különböző lakossági szolgáltatóknál sorban állniuk és ügyintézéssel foglalkozniuk azoknak, akiknek bankváltás miatt megváltozik a számlaszáma. Bűnszervezetre csaptak le. Több mint 100 millió forintot kerestek havonta azok a cigi csempészek, akiket a napokban fogtak el a NAV észak-alföldi nyomozói. Segítség a rászorulóknak. Integrációs házat alakítottak ki egy menekült család befogadására Nyíregyházán. Nem kell többet a különböző lakossági szolgáltatóknál sorban állniuk és ügyintézéssel foglalkozniuk azoknak, akiknek bankváltás miatt megváltozik a számlaszáma. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A pénzintézetek ugyanis október végétől szolgáltatóváltáskor átvehetik a lakossági ügyfelek korábbi rendszeres utalásait, beszedési megbízásait vagy közműfizetési számláit is. Korábban is volt lehetőség az úgynevezett egyablakos bankváltásra, azonban az ügyfelek október 29-től még könnyebben és gyorsabban választhatnak szolgáltatót. A szakemberek szerint a kedvezőbb kondíciókkal rendelkező pénzintézeteket legegyszerűbben a Magyar Nemzeti Bank weboldalán elhelyezett összehasonlító alkalmazással találhatják meg. Ha valaki a bankváltás mellett dönt, a kiválasztott pénzintézet ügyfélszolgálatán leegyszerűsítve kérheti a számla hordozását. Az ügyfél megkeresi az új számlavezető bankot vagy takarékszövetkezetet, és egy nyilatkozattal tulajdonképpen elindítja ezt a folyamatot. A bank rögzíti, és nagyon rövid időn belül, két napon belül felkeresi a korábbi számlavezetőt, és adatokat kér a korábbi számlavezetőtől. Ezeknek az adatoknak pedig az öme igazából a számlához kapcsolódó rendszeres átutalás, illetve a közműdíj beszedéssel kapcsolatos adatokat tartalmazza. Természetesen ugye a számla egyenleg, illetve a korábbi, ez 13 havi forgalmat jelent azoknak az átadása, és az új számlavezető pedig elindítja a szolgáltatók felé a számlaváltással kapcsolatos információknak az átadását. Az új jogszabály szerint az eljárásért csak a valóban felmerülő költségeket lehet felszámítani, ami azt jelenti, hogy az ügyfelek így egyszerűbben és olcsóbban választhatnak kedvezőbb árú szolgáltatót. A különböző hitelintézetek, bankok, takarékszövetkezetek nagyon sokféle lakossági forgalmazó számlát forgalmaznak, sokféle szolgáltatással is rendkívül különböző díjszabással, költségekkel, és ennek az összehasonlíthatósága következtében az ügyfél jobban tud akkor dönteni a számára megfelelő konstrukciónak a választásával. A lehetőséggel a hazai lakossági számlatulajdonosok élhetnek, akik kizárólag azonos devizanemben vihetik át a számlájukat egyik banktól a másikhoz. Több mint 100 millió forintot kerestek havonta azok a cigi csempészek, akiket a napokban fogtak el a NAV észak-alföldi nyomozói. A bűnszervezet tagjaira 65 pénzügyi nyomozó csapott le 15 különböző helyszínen. A hierarchikusan felépülő szervezet gyanúsítottainak egy része előzetes letartóztatásba került. Szatmár Cseke és Tiszakúrót térségében naponta megközelítőleg 60 ezer doboz cigit csempészett Ukrajnából Magyarországra egy 15 fős banda. Az éjszaka leple alatt a Tiszán úsztatták a csomagokat a magyar oldalra, amiket aztán a határmenti depókból országszerte szállítottak. Ezzel természetesen óriási nagy profitra is szert tehettek, ez akár a 100 millió forintot meg is haladhatta. A másik vetülete viszont az, hogy milliárdos bevételkiesést is okozhattak a hazai költségvetésnek. A hierarchikus felépítési bűnszervezet elkövetői többnyire büntetett előéletűek voltak, erőszakra hajlamosak, sőt olyannyira, hogy egyikőjük jelenleg is a büntetés végrehajtási intézetben jogerős börtönbüntetését tölti. Nem egyszer előfordult, hogy nagy teljesítményű járműveikkel a hatóság által felállított ellenőrzési pontokat áttörték, ezzel is kollégáim testi épségét veszélyeztették. A bűnbandát irányító férfi a korábbiakban határőrként dolgozott, akit hivatali visszaélés miatt mentettek fel a szolgálat alól. Őt jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszervezetben üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt akár 16 év szabadságvesztésre is ítélhetik.
Akár 3 év börtönbüntetést is kaphatnak azok a kerékpártolvajok, akik idén tavasszal néhány hét leforgása alatt több biciklit is eltulajdonítottak Nyíregyházán. A megyei főügyészség tájékoztatása szerint a 3 fős banda, amelynek tagjai egy 14-15 éves fiú és egy középkorú társuk, közterületről a vasútállomás melletti kerékpártárolóból, sőt társasházi lépcsőházból is lopott kerékpárt. A lakatokat lemezvágó ollóval levágták, és a lopott kerékpárral távoztak a helyszínről. Az ügyészség a banda tagjait 7 rendbeli lopás vétségével vádolja. Integrációs házat alakítottak ki egy menekült család befogadására Nyíregyházán. A Magyarországi Evangélikus Diakónia az Oltalom Szeretett Szolgálattal együttműködve választ majd ki egy menekült státuszban lévő családot, amelynek tagjait 1 évig szállásolják el a megyeszékhelyen. Az Evangélikus Diakónia célja az integráció segítése. A Magyarországi Evangélikus Diakónia 1 éve segíti a hazánkba érkező menekülteket. Korábban nem is gondolták, hogy ebben a kérdésben is szerepük lesz, hangzott el a szervezet nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Az integrációs területen még új szolgáltatónak számítanak, országosan közel 6000 embernek segítenek, többek között hajléktalanoknak és szenvedélybetegeknek is. Tavasz óta már 200 külföldi kliensük is van. Az elmúlt időszakban Nyíregyházán alakítottak ki egy integrációs házat, amelyben egy menekült családot szállásolnak majd el. Lakhatási szolgáltatást biztosítunk, emellett nyelvtanulási lehetőség, képzési lehetőséget és munkaerőpiaci integrációt. Ez segíti a gyerekeknek korrepetálás, ami az iskolázásukat vagy az iskolai sikeresebb előmeneteleket segíti, illetve életviteli tanácsadás és pszichoszociális segítségnyújtás. Bízunk benne azért, hogy hamarabb is sikerül ez az integráció, és ki tudnak költözni, és megtalálják a helyüket. Ez esetben, ha ez sikerül rövidebbre venni, akkor még egy családot tudunk 1 éven belül fogadni. A jelenlegi program 1 évig tart, de a további forrásteremtésen folyamatosan dolgoznak. Fontos a kiválasztás szempontjából, hogy menekült státuszban lévő vagy oltalmazott család legyen, valamint elfogadja a keresztény értékeket, de a motiváltság is lényeges feltétel. A családokat külön szakemberek és szociális munkások is segítik majd az integrálódásban. Találtunk olyan szociológusokat, szociális munkásokat, önkénteseket, akik ebben a munkában részt vesznek, tolmácsokat, jogászokat, akik a maguk területén segíteni tudtak és akartak, és emellett még a nemzetközi kapcsolatrendszerünket is be tudtuk vetni, hiszen az Evangélikus Egyház Magyarországon olyan kicsi, de világszerte igen jelentős, 75 millió tagja van a Luteránus Világszövetségnek. Én ennek a szervezetnek egyik alelnökeként igyekszem a nemzetközi tapasztalatokat Magyarországra is hozni, amit Németországban sok gyenge példa mellett, mert sok sikertelen kísérlet is van Németországban, de amit Németországban jó példaként láthatunk, vagy más országokban, Olaszországban például, azt igyekszünk megvalósítani Magyarországon. A család kiválasztása még jelenleg is zajlik, várhatóan november végéig költözhetnek majd Nyíregyházára. Azt azonban a család védelme miatt nem árulják el, hol alakították ki az integrációs házat. A Magyarországi Evangélikus Diakónia bízik benne, hogy a nyíregyházi példa modellértékű lesz majd az egész országban. Körültekintőbb és biztonságosabb kivonulásokat, akciókat vár el a rendőrségtől és a TEK-től az MSZP, mondta a párt megyei elnöke nyíregyházi tájékoztatóján. Veres János kiemelte, a várható helyzettel arányos intézkedések a legfontosabbak, hiszen megfelelő felkészültség nélkül tragédia is történhet. Az elmúlt 2 hétben 2 egymással ellentétes tapasztalatú szituációt láthatunk Magyarországon, hiszen a TEK óriás erőket felvonultatva, még páncélos járműveket is felvonultatva vonult ki a feltételezett budapesti robbantó elfogására. Majd ezen a héten egy tudottan olyan személyhez, akinek a fegyverbirtoklása feltételezhető volt, akinek a fegyverekhez való viszonya, mármint hogy használni szokott fegyvereket, tudott volt a rendőrség számára, aki több mint 10 éve megfigyelés alatt van. Ez viszont nem tekes erőkkel, és nem arányosan azzal, mint ami várató volt, vonultak ki a rendőrök, és sajnos ennek az lett a következménye, hogy egy rendőrt ő halálosan meg is sebesített. Továbbra is következetes a Jobbik az alaptörvény módosításával kapcsolatban, jelentette ki nyíregyházi tájékoztatóján Vona Gábor.
A párt elnöke úgy fogalmazott, csak akkor támogatják a változtatást, ha a kormány megszünteti a letelepedési kötvények árusítását. Abban az esetben, hogyha a letelepedési kötvény üzletága érvényben marad, tehát nem vezeti ki addig a parlament a törvények közül Magyarországon, addig azt gondolom, hogy az alaptörvény módosítás nem támogatható. Magyarországnak nem csak a szegény migránsoktól, hanem a gazdag migránsoktól is meg kell óvnia magát, hiszen ez együtt jár a terrorizmussal. Jelen pillanatban Magyarországon a letelepedési kötvény biznisz által egy kiskapu létezik a terrorizmusnak, és hogyha megnézzük jelen pillanatban az ISIS ugye folyamatos visszaszorulását Szíria-Irak területéről, akkor számolnunk kell azzal a veszéllyel, hogy akár gazdag a terrorizmus támogató vagy terrorhálózat kiépítésére képes személyek Európa felé veszik az irányt. Rendhagyó színházi előadást tartottak ma a Megyeházán Bohóc vérben és vasban címmel. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából készült darab Dózsa László érdemes művész visszaemlékezése. A színész és rendező 14 évesen vett részt az utcai harcokban, és miután lövést kapott, belelökték egy tömegsírba, ám egy sírásó észrevette, hogy még mozog, így élte túl az eseményeket. Dózsa László a ma is élő pesti srácok egyike. 1956. októberének személyes élményeit írta meg a Bohóc vérben és vasban című könyvében. A kötet egyszerre drámai hangvételű életmű, fordulatos had és színháztörténet, irodalmi szellemidézés, amelyben a főszereplő édesanyján kívül megjelenik egy titokzatos néplegeti fehér bohóc, aki a szerző számára a szabadság szimbóluma volt. A művész 10 évvel ezelőtt kiadott művének felhasználásával mesélt a nyíregyházi közönségnek gyermekkoráról és a forradalom eseményeiről. Gyermekéveit a néplégeti cirkuszban töltötte, hiszen édesanyja Tisler Erzsébet artista, nevelőapja pedig Kemény Henrik bábművész volt. A vidám esztendőknek a forradalom vetett véget, amikor 14 évesen a legendás pesti srácok egyikeként vett részt az utcai harcokban. Súlyosan megsebesült, halottnak hitték, és tömegsírba dobták, ahonnan szerencsésen megmenekült. Elvittek a Szabolcs utcai zsidó kórházba, ahol Kárpáti professzor úr 10 órás műtéttel megmentette az életemet. De két szilánk még mindig a fejemben van jó mélyen. Ehhez nem lehet hozzányúlni. És ezek bármikor az életem végét jelenthetik. Hogy egy kicsit patetikus legyek, mégis boldog és büszke vagyok, mert tudom, hogy ez a két szilánk is szög volt a kommunizmus koporsójában. A színművész úgy véli, az 1956-os forradalom 60. évfordulóján fontos, hogy emlékezzünk a névtelen áldozatokra és a névtelen túlélőkre is. Ma is rengeteg forradalmár nevét nem ismeri a történelmi statisztika. Tehát a történészek általában dokumentumokra hivatkoznak, úgy tudnak kutatni, de nekem rengeteg bajtársa van, akik sajnos már nincsenek az élők sorában, de nagyon sok van, akik még élnek, akik nem kalapolnak kitüntetésekért, pénzekért, és tényleg a társadalom perifériáján tengődnek fillérekből. Én ezt minden fórumon elmondom, hogy vannak sztár 56-osok, ezek közé tartozom én is, tehát nagyon sokan egyébként, Winter Mari, ez nem kisebbíti a mi érdemeinket, de nekem mindig úgy érzem kötelességem megemlíteni ezeket az ismeretlen áldozatokat is. A Megyeházán rendezett műsorban közreműködött Agárdi László színművész. Kocsi és szekér színének felújítására nyert újabb pályázati forrást a Mátészalkai Szatmári Múzeum. December végéig új multimédiás, audiovizuális eszközöket is vásárol az intézmény. A Kubinyi Ágoston program keretében kapott 15 millió forintos támogatással még több látogatót szeretne vonzani a múzeum.
Valójában egy időutazásra hívjuk a fiatalokat. Ugye a Szatmári Múzeum, mint a jellegénél fogva, a utazásra, a szállításra, a személy teherszállításra, a közlekedésre hivatott ennek a kultúráját bemutatni, és ezekben szeretnék olyan analógiákat, olyan dolgokat bemutatni, hogy érzékeljék, hogy a mai világban mit jelent egy napi járóföld, mit jelentett ez a középkorban, vagy az elmúlt századokban, mit jelent a mai szállítás, amikor még egykor szekerekkel, most kamionokkal, vagy repülővel, vagy vasúttal szállítanak. Tehát ezeket szeretnénk analógiák is, és olyan multimédiás eszközök segítségével bemutatni. Megyei rangadót játszanak vasárnap a labdarúgó NB2 15. fordulójában. A tabella második helyén álló Kisvárda Masztergód az új edzővel, Weber Györggyel érkező jelenleg 8. Nyíregyháza Spartakuszt fogadja. A mérkőzés 13 óra 30 perckor kezdődik a Várkerti pályán. Új időszámítás kezdődött hétfőn a Nyíregyháza Spartakusznál, 2 év után elköszönt a klub Mátyus János vezetőedzőtől. Helyére az a Weber György érkezett, aki korábban a Pápával és a Mezőkövesdel már feljutott az NB1-be. A Sparinál is ez az elvárás a szakemberrel szemben, aki a szerdai Kozár Michelin elleni kupameccsen még nem ült le a kispadra. Kisvárdán viszont már ő irányítja új csapatát, amellyel pontot szeretne szerezni a várkerti pályán. Kisvárda is valamilyen szinten a feljutást célozta meg. Ott is vannak, igazából 4 pont a különbség, ha jól tudom, és nem szabadna, hogy ez nőjön, de nem döntetlenél megyünk. Tehát már szeretném látni pici jeleit azoknak a dolgoknak, amit majd itt hosszú távon meg szeretnénk honosítani, a csapat alkalmas rá, és nagyon bízom benne, hogy a rangadóhoz méltó játékot fog nyújtani, úgyhogy mindenféleképpen nem mondom, hogy nem bravúr a győzelem, de nem is papírforma, úgyhogy gyakorlatilag most egy a lelkeknek borzasztó jót tenne, mert mindenki elhinné, hogy ez azért hol a helye a csapatnak pozitív értelemben, és hát tényleg nem is merek vereségbe gondolkozni. Nagyon hosszú a bajnokság, de nagyon jó lenne már most faragni ebből a 4 pontos hátrányból. A kisvárdaiak szakmai igazgatója nehéz mérkőzésre számít, mivel a várkerti pályát a héten alaposan igénybe vették az amatőr Európa-bajnoki selejtezők, Révész Attila az ellenfél mellett a körülményekre is igyekszik felkészíteni csapatát. Ebből a meccsből bármi kijöhet. Gondolom, a nyíregyháziak azért össze fogják most kaukat kapni a Puskás elleni vereség után, mi azért most sem vagyunk egy rossz állapotban, és mind a két csapat elsősorban védekezésért felel, azt tartja szem előtt, hát nem vagyok benne biztos, hogy most egy közönség szórakoztató mérkőzés lesz, ugyanakkor mind a két csapat csak a presztízsért biztos vagyok benne, hogy mindent meg fog tenni a győzelem érdekében, és oda fogja magát tenni 100%-osan, ezért nagy valószínűséggel nagy létszámú szurkolós sereg előtt, néző előtt fog a mérkőzés zajlani, ami jót tehet a meccs színvonalának. A nagyon nagy kérdés még, hogy azért a héten 3 mérkőzést játszanak a pályánk, hogy milyen állapotban lesz. Az meghatározhatja mind a taktikát, mind pedig a játék minőségét. A Kisvárda Masztergód Nyíregyháza Spartakus mérkőzés vasárnap 13:30-kor kezdődik, a Kölcsey Televízió nézői pedig hétfőn 21 órától láthatják az összecsapást. A forduló további párosítása a következő: Soroksár Cegléd, Budaörs Balmazújváros, Szeged Zalaegerszeg, Cigánd Vác, Békés Csaba Mosonmagyaróvár, Kozár Michelin Csákvár, Szolnok Grosics Akadémia, Sopron Siófok és Puskás Akadémia Dorog. Legyőzte a listavezető Mezőkereszttest a Mátészalkai MTK női kézilabda csapata. Az NB2 északkeleti csoportjának 6. fordulójában lejátszott mérkőzésen Vakarcs Krisztina együttese 33-23-ra verte a korábban hibátlan Éllovast. A 6. forduló előrehozott mérkőzésén fogadta az újonc, de több korábbi NB1-t is megjárt játékossal megerősített Mezőkeresztest a Mátészalkai MTK. A vendégek 100%-os mérleggel érkeztek, és az első félidőben jól is tartották magukat, 15-13-as hazai vezetésnél vonultak pihenőre a csapatok. A második játékrészben aztán állva hagyta ellenfelét a nagyszerűen védekező MMTK, amely végül 10 gólos győzelmet aratott a listavezető ellen.
Ennek a mérkőzésnek azt gondolom a legnagyobb hozadék az az volt, hogy azt a féle csapat szellemet, azt a csapat egységet bemutatták a lányok, ami a közönségnek is nagyon szórakoztató tud lenni. Egymásért tudtak küzdeni a pályán. A védekezés eldöntötte ennek a mérkőzésnek a kimenetelét, hiszen a második fél időben ugyanazzal a elszántsággal és lelkesedéssel léptek pályára a lányok. Így aztán így alakulhatott ki a végeredmény, ugye ez a 10 gólos különbség is, ami úgy gondolom, hogy teljes mértékben megérdemelt volt. Így ez egyfajta bizakodást adhat a jövőben, annak vonatkozásában, hogy azért most a hátralévő mérkőzéseink tekintetében legközelebb a Miskolcot fogjuk majd itthon fogadni. Több mérkőzést játszunk itthon, mint idegenben. Így aztán én nagyon remélem azt, hogy a téli pihenő előtt a tabellának nagyon-nagyon a legelején, nagyon-nagyon dobogóján fogunk végezni. Az egyesület elnöke szerint a nyáron alaposan átalakult csapat még az építkezés fázisában van, így az idő előre haladtával még jobban összeérik majd az együttes. Ezek között a játékosok között van olyan, aki sérüléséből tért vissza, tehát az a rehabilitációt, amit itt elvégeztek, és ezáltal innentől kezdve ugye csapatba való beépítésüket megtette az edző, innentől kezdve azt gondolom, hogy ha sérülések, ugye a sportban ez természetesen benne van, ha sérülések nem fogják akadályozni ezeket, akkor ez a csapat többre hivatott, mint ahol még most is áll, jelenleg ugye a második helyre kusztunk föl, ez egy pillanatnyi állapot, ebből azért még hosszú távú következtetéseket ne vonjunk le, de mindenki éppen az, hogy ez az eredmény mindenképpen arra ad lehetőséget a továbbiakban, hogy ilyen eredményes edzésmunkával, valamint ilyen összefogással, ami a pályán is látható volt és átjött a szurkolók részére, a továbbiakban ez komoly eredményekre ad majd lehetőséget. Az NB2 északkeleti csoportjának tabelláját továbbra is a Mezőkeresztes vezeti 10 ponttal, megelőzve a 8 pontos Máté Szalkát. A megyebeli csapatok közül a Kölcsey DS 4 ponttal a 6., a Vitka SE pedig 2 ponttal a 9. helyen várja a folytatást. Bejutott a Hungarian Open negyeddöntőjébe Fucsovics Márton. A 64.000 euró összdíjazású budapesti ATP Challenger tornán a világranglista 153. helyén álló nyíregyházi teniszező 4-6-6-2-6-1-re verte a rangsorban 120. olasz Tomás Fábiánót. Fucsovics az elődöntőbe jutásért a román Marius Copil ellen lép pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Nem kell többet a különböző lakossági szolgáltatóknál sorban állniuk és ügyintézéssel foglalkozniuk azoknak, akiknek bankváltás miatt megváltozik a számlaszáma. A pénzintézetek ugyanis október végétől szolgáltatóváltáskor átvehetik a lakossági ügyfelek korábbi rendszeres utalásait, beszedési megbízásait vagy közműfizetési számláit is. Több mint 100 millió forintot kerestek havonta azok a cégi csempészek, akiket a napokban fogtak el a NAV észak-alföldi nyomozói. A bűnszervezet tagjaira 65 pénzügyi nyomozó csapott le 15 különböző helyszínen. A hierarchikusan felépülő szervezet gyanúsítottainak egy része előzetes letartóztatásba került. Integrációs házat alakítottak ki egy menekült család befogadására Nyíregyházán. A Magyarországi Evangélikus Diakónia az oltalom szeretett szolgálattal együttműködve választ majd ki egy menekült státuszban lévő családot, amelynek tagjait egy évig szállásolják el a megyeszékhelyen. A Kölcsey Televízió iradóját látták október 28-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfő este várjuk majd Önöket, szombaton és vasárnap pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Műsorainkért és további tudósításokért addig is böngészék honlapunkat. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk kisebb esővel. Szombat estig a Kárpát-medence felett átvonul egy hideg front, számottevő csapadékot nem okoz, de sok helyütt megerősödik a szél. Éjjel eleinte változóan, majd többnyire erősen felhős lesz az ég. Éjszaka néhol már előfordulhat záporeső, a délnyugati szél helyenként megélénkül. Reggelre általában 3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben felszakadozik, csökken a felhőzet, majd felhőátvonulások várhatók több-kevesebb napsütéssel. Néhol előfordulhat záporeső, az északnyugati szél megélénkül, időnként megerősödik.
Délutánra 13 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. Vasárnap, illetve a jövő hét elején gomoly felhőkre számíthatunk hosszabb napos időszakokkal, csak egy-egy zápor alakulhat ki. Kedden szerdán a hajnali órákban már több helyütt képződhet köd. Csütörtökön egy hidegfront sokfelé okozhat esőt, záporesőt. Éjszakánként több felé fagyponttal esőjed a hőmérséklet, és a jövő héten a nappali felmelegedés is gyengül. Ez a nap arról nevezetes, hogy hegyalján ilyenkor kezdték a szüretet. Rég felírta Noé Tokaj hegyormára, hegyaljai Kapásvári Simon Júdára.